Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 8-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre kivetem most a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai és tervei, erre megadja a választ ez a kártya. A hetes szám az a hold energiájával van összekötetésben. Az utal a vágyakra, az érzelmekre, és arra is, hogy neki elvárásai vannak. És mi az, ami az ő reménye, az ő elvárása, itt a kép mutat egy találkozást. A terve tehát, hogy ti találkozzatok, mert ő szeretne beszélni veletek, de vár arra, hogy ti jelentkezzetek nála. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei. A hármas szám jelentheti azt, hogy ő keres egy kiutat, de azt is jelentheti ez a hármas szám, hogy van valaki a háttérben, egy harmadik személy, aki megpróbálja őt befolyásolni. A medve az erőt mutatja, viszont azt is jelentheti, hogy ő fáradt, erőtlen, kell neki az erő, kell az, hogy ti segítsetek neki, adjatok neki erőt, hogy ő megküzdjön valamivel, mégpedig ez a hatás a háttérből, és ez lehet egy harmadik személy is. Az nem biztos, hogy ez egy hölgy a háttérben, egy párkapcsolat, természetesen ez is lehetséges, de ez a harmadik személy lehet valaki a családból, vagy a szomszédságból, vagy a munkahelyről. Van valaki a háttérben, aki elveszi, elrabolja az ő erejét, kihasználja őt. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ezt mutatja itt ez az uralkodó. Vagy kéri azt, hogy ti uralkodjatok a helyzeten, és adjatok neki erőt, vagy ő nem számol be erről, hogy mi gyengíti őt, és megpróbál uralkodni a helyzeten. A napi kártya, a csokis kártyacsomagból, az egy belső gyermeki érzést jelent. Erre szükségünk van. Kell, hogy mi magunknak mondjuk azt, hogy büszke vagyok rád, te mindent nagyon jól csináltál, mert ezek a gondolatok erősítenek bennünket belülről, ezt a belső gyermeki érzést. Ahogy így a képeket látom, neki van szüksége
erre a belső erőre, és arra is, hogy ti segítsetek neki, mert ezek az ő elvárásai. Ő fáradtnak érzi magát, gyengének, és ti tudtok neki erőt adni. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!